Az a város, amely bölcsődét épít, van jövője. Ahhoz, hogy a település vonzó legyen az itt élőknek és a betelepülni vágyóknak, ezeket a fejlesztéseket folyamatosan el kell végezni, mondta átadó beszédében Porga Ferenc, tamási város polgármestere. Ahhoz, hogy vonzó legyen, ahhoz minőségi szolgáltatásokkal kell rendelkezzen. Ilyen minőségi szolgáltatás az, hogy legyen korszerű, 21. század követelményeinek megfelelő bölcsödéje. Süli János, a paksi bővítésért felelős tárca nélküli miniszter, Tolnamegye 3-as számú választókerületének országgyűlési képviselője arról beszélt, a kormányzat eltökélt szándéka a gyerekvállalási kedv elősegítése, és az ehhez szükséges támogatások a jövőben is preferenciát élveznek. A kormányzat részéről ez a támogatást is meg kell adni adókedvezményekkel, lakásépítési, vásárlási, felújítási, tehát minden lehetőséget biztosítani kell arra, hogy érezze, aki vállal a gyereket, hogy ő tulajdonképpen, ez még nincs így, de a szándék egyértelmű az, hogy abban az irányba haladjunk, hogy ez így legyen, hogy mindenki jobban járjon, aki gyereket vállal. A területi operatív programból finanszírozott beruházásainknak célja a vidék infrastruktúrája és ezzel a vidéki Magyarország fejlesztése, mondta Fehérvári Tamás, a Tolna megyei közgyűlés elnöke. A top források megítélésében ezek a tényezők a jövőben is kiemelt szerepet kapnak. Alapvető célja mind a kormányzatnak, mind a megyének, mind a településeknek az, hogy az ott élő embereket, a helyben élő embereket megpróbáljuk megfogni. Ott tartani, ahol élnek, ott érezzék jól magukat, ott dolgozzanak, ott járjanak iskolába, ott járjanak óvodába, ott kapjanak képzés lehetőségeket. Az eddig meglévő kapacitás bővítésével további 28 kisgyerek elhelyezése vált lehetővé Tamásiban. A beruházás 350 millió forintos támogatásból valósult meg.